az emlékezésről szól, mindenkinek az emlékezetében van valami a forradalomról. Hangot, képet szerettünk volna bemutatni, illetve az eseményeket hangban, képben bemutatni. És hát a sokszínűséget tulajdonképpen az ötletesség valósítja meg, a borítékfal, illetve hát az 1956-ból kirakott formák, illetve alakok tulajdonképpen, ami különlegessé teszi a kiállítást. Én megpróbáltam egy olyan vizuális kontextust létrehozni itt a Balassi Intézetben, ami az érzelmek felől közelíti meg ezt az emlékezést, tulajdonképpen a forradalomra való emlékezést. Tehát ezért van nagyon sok olyan vizuális megoldás, legyen az a szemközti fal, ami rengeteg apró kis számból áll, és amikor belépünk, akkor egy értelmezhető kép, de ahogy jövünk hozzá közelebb, akkor úgy oldódik fel önmagában, és látjuk azt, hogy rengeteg apró kis szubjektív 1956-ból áll. Reményeim szerint a kiállítás és az emlékezés érzete az nem csak addig tart, ameddig az emberek itt lesznek a térben, hanem annál sokkal tovább. Azért fontos ez a kiállítás az érdeklődők számára, mert tulajdonképpen hát kiegészíti az emlékeiket. Tehát ez nem egy teljes körű, nem is törekedtünk arra, hogy teljes körű legyen ez a kiállítás, nem akartuk elaprózni. Ezek olyan apró, pici kis fények, kis villanások a forradalom napjaiból, és ha van valakinek egy szála, amire ezeket felfűzheti, bővítheti, akkor ezt mindenképpen meg kellene néznie. És még egyszer mondom, az emlékezés a legfontosabb. Annyiban nem hagyományos a kiállítás, hogy nem szól ránk a jegyszedő néni, hogy kérem, ne nyúljanak hozzá. Hát igenis, ez egy aktív fal. Ezek a nyitott borítékok nyilván utalnak arra, hogy az akkori hatalom azért elolvasta a leveleket, kinyitotta a borítékokat és belenézett akár a kiküldendő, akár a külföldről kapott levelekbe. Úgyhogy mi azzal számolunk, hogy aktív látogatók lesznek, és nem passzív kiállítás látogatók. Tehát ugyanúgy például haza is lehet vinni, hogyha valaki nem akarja visszatenni a borítékba ezt az adott képet. Elviheti haza. Vannak benne gondolatok, fotók, emlékfoszlányok, részletek. Ez mind rólunk szól, igen. Ez mind mi vagyunk.